Sziasztok, Matilda vagyok. Sziasztok, Robi vagyok. És a mai videó, igen, kitaláltátok. Megint apával fogunk könyveket értékelni, mégpedig azokat a könyveket, amiket közösen olvastunk, mindketten olvastunk az idei évben. És ez a második körünk. A második negyed évben. Hát nem csak, nem... Jó, rendben, ez a második negyedéves videó az idén olvasott közös könyvekről. Igen, mert hogy én most értelek be egy csomóval. Jó, na, rendben. Csak hogy tisztázzuk. Szóval egy csomó könyvről fogunk beszélni. Sok könyvről, tényleg nagyon sokról. Kezdődik. Igen, mert úgyis mindenki csak ezt az egy videót várta, mert más videót nem néznek meg. Ennyi, bennyi, megvonom tőletek apát, ha így folytatjuk. Szankciók lesznek. Na mindegy, ennek legalább jó lesz a futása. Mindenki szereti apát valamiért, én nem tudom. Örökbe lehet fogadni egy hónapra, meglátjuk, milyen hamar hozzátok vissza. Na, jó, de ez nagyon hosszú lesz, úgyhogy kezdjük. Csapjunk bele. Az első könyv, amit nem fogunk tudni felmutatni, de mindketten olvastuk, az a Fák titkos élete volt Peter Wohlleben-től, és ezt még én könyvkempinghez olvastam, apadta meg valahogy. Én csak úgy. Te csak, ezt ő valahogy úgy utána. Mert mondtad, hogy olvasod, és kíváncsi lettem rá. Igen. Kíváncsi voltam rá. Lehet, hogy volt egy kis elvárásom is vele kapcsolatban, hogy milyen jó könyv lesz. Nem volt rossz, de igazából jó sem. Most ez persze nagyon relatív, mert ugyanakkor rengeteg érdekes dolgot tudtam meg a fák titkos életéről. És hogyha így elmegyünk túrázni, kirándulni és járunk az erdőben, kicsit más szemmel nézem a fákat. Ugye láttam, hogy ott egy fa meg körülötte sok kicsi, akkor az már tudom, hogy miért van, meg hogy alakult így, de ettől függetlenül ugye viszonylag rövidek voltak a fejezetek ebben a könyvben, amik különféle szempontból jártak körbe a fák dolgai. De egy idő után rettenetesen elmondtam, és azért is haladtam vele nagyon-nagyon lassan, szerintem nem is tudom, hogy két hónapba telt, mire kiolvastam, hanem többen. Most fejezted be nemrég, nem? Hát azért nagyon-nagyon sokáig tartott. És valamikor elkezdted áprilisban, igen. Azt tudom, hogy egy időben letetted. Igen, szüneteltem, meg ha nem tudtam aludni, kezembe vettem, elolvastam egy két fejezetet, és ugyan aludtam. Szégyen, de szégyen oda, ez van. Mire? Álmatlanságra. Arra nem tudom, hogy jó-e, de hogy altatónak nekem jó volt, azért emlékeztem rá, amit olvastam, de bele is álmosodtam abban, amit olvastam. De egyébként olvassátok el, mert tényleg nagyon sok fontos és érdekes dolog van arról, hogy a fák miért olyanok, amilyenek, vagy miért viselkednek úgy, ahogy. Ez igen, ma ott hagyta az ablakban, az tiszta retek lett. Na igen, szóval rá van ragadva. Mindegy, nem a mi könyvünk. Na, én ugye hangos könyvben hallgattam, az nekem lehet azért telt el gyorsabban, mert nyilván buzozás közben úgyse tudtam nagyon mit csinálni, csak így betettem, aztán hallgattam a fülemben. Vannak részek a könyvből, ami nekem totál kiesett, amikor volt az élőzésünk is a könyvkempingkor. Néha mondtak a többiek olyan részeket, hogy hát ugyanazt a könyv volt, tehát olvastuk, de hogy nekem abszolút semmi emlékem nem volt, az pont az a bogaras rész, amikor a tetők a kiból csinálják az erdei mézet, igen, vagy mit. Igen, na, igen. Nekem az totál nincs meg az a rész, lehet, hogy ott pont így kikapcsolt az agyam hangos könyv hallgatás közben, néha van egy ilyen, hogy ha nagyon elunom, akkor így kikapcsolok és nem hallom meg, amit a fülembe olvasnak. Nekem tetszett, hogy tök jó dolgokat meg lehetett belőle tudni, okay. De ugye ez nem egy regény, ez egy... Hát szórakoztató jellegű irodalom, de nem mindig szórakoztam rajta. Hát, nem, meg igen. Tehát ez arra van, hogy a fákról meséljen. De tanulságos azért. Így van. Kövi? Olvasd el. Kövi? Jöhet a következő. Jó, akkor a következő, amit szintén nem tudunk felmutatni, ez nem egy könyv igazából, hanem három, de szerintem egyben fogunk róla beszélni. Bőven. Ez az Árnyék és Csont trilógia. Kezdheted. Lelkes voltam. Nagyon lelkes voltam ezzel a három könyvvel kapcsolatban. Különösen azután, hogy megnéztük az első, vagy nem tudom hány részből, mert ilyen vegyesen készült részeből a sorozatot. A Netflix sorozat az jelen pillanatban az első könyvet ölelte föl,
csak egy másik duológiát, egy időrendben, szóval volt a sorozat, másik sorozatot vett be, a Netflixen. Nagyon, ott egész jó volt egyébként maga a sorozat, olyan izgalmas volt, fordulatos volt, és olvassuk el. Úristen, ez még jobban altató volt, mint a Fák titkos élete. Illetve nem, mert csak bosszankodtam rajta, hogy annyira nem történt benne semmi, se az első részben, se a második részben, és a harmadik rész második felében, jaj, végre haladunk valamelyre. Tehát, hogy ezt a három kötetet, ezt simán egy kötetbe, simán egybe meg lehetett volna írni. Én nagyon-nagyon untam. Sóhajtozott. Sokat. Főleg az első, második felében, és végig a második alatt. Borzasztó unalmas volt. A másodikat, nekem az első vége volt unalmas, a másodiknak ugye 70%-a. És csak azért tartottam ki, mert azt mondtad, hogy a harmadik már jó lesz, csak ezért. De a harmadik jó volt. A második. Jó, fogjuk rá, a harmadik már jó volt. Az első kettőhöz képest jobb volt. Ahhoz képest igen, de odáig végig kellett szenvedni, hogy az igen. eljussak ahhoz a részhez. Én is a második részt csak azért értékeltem magasabbra, mert a vége, az utolsó, nem tudom, 20 oldal, az nagyon jól meg volt írva. Jó, de akkor hagyta volna ki az előző 200 vagy 300. Jó, ez meg igaz, tehát hogy ebben egyetértek vele. Nem életem sorozata volt. Na, de engem, én azért fogom folytatni, mert hogy ugye ezután jön a hatvarjú, ami volt a sorozatban is, és azután van még egy duológia, engem az érdekel, mert abban benne van, abban Nikolaj a főszereplő. Már nem érdekel, annyira nem volt jó, hogy most de az csak angolul van, itt azt úgy csak mindegy, hogy van, akkor sem. Mindegy, de engem az érdekel, mert Nikolaj volt a legjobb szereplő az egész sorozatban. Ja, Herceg, aki aztán nem tudom, cár lett, hogy mi az össz. Jó, mindegy, mit csinál, akkor sem olvasom el. Jó, ez csak én mondtam neked. Jó, rendben. Nem erőltetem rá. Ez se az én ötletem volt, hogy elolvasd. Ez tény. Én mondtam neked, hogy ez... Igen, igazad volt. Na, te, köszönöm szépen. Végre nekem is. Megadja, hogy igazam van. Azért ez most történelmi pillanat, kamerára lett rögzítve, nem menekülsz. Máskor is előfordult. Na jó, akkor elvileg ez a kettő az, amit nem tudunk mutatni, és akkor... Ezt teszem a nyimnyomsöröm. A következő könyv az Richard Osmantől, és jól mondtam a nevét, a Csütörtöki Nyomozó Klub. Ez ugye mostanában elég sok helyen látott regény, egy krimi. Azt hittem folytatod, de akkor folytatom én. Szóval egy krimi, aminek a középpontjában... Fölvitted a hangsúlyt. Igen, figyelek. Egy krimi, aminek a középpontjában idős emberek állnak ki a részt. 70 plusz. Igen. Átadom a szót. Szóval idős emberek állnak, akik egy, hát mondjuk így, hogy öreg otthonban laknak, bár ez nem teljesen fedi a valóságot. Egy nyugdíjas lakópark. Nyugdíjas lakópark, igen, köszönöm szépen. Én nagyon bírtam őket, nagyon kedves, szerethető karakterek voltak, és úgy vitte előre magát a történet. Mindig úgy vártam, hogy hú, még egy fejezetet olvasom tovább, mert itt megint valami történik. Bár ugyanakkor nem volt egy ilyen sodrólendületű történet, vagy ilyen sodrólendületű mesélés az egészben, de mégis olyan érdekes volt, izgalmas volt. Föntartotta az érdeklődésemet végig, és voltak benne váratlan helyzeteknek. Én az elején nagyon szenvedtem vele, de nem tudom miért. Tehát ez a fölvettem, letettem. Én azt hittem, hogy végig a nyugdíjas klubunk fog nyomozni, tehát hogy ugye, meg hogy csak az ő szemszögükből lesz, és ugye vannak benne más szemszögek is, és nekem azok a szemszögek abszolút nem hiányoztak a sztorihoz. Szerintem meg érdekesítették, nem tudom, mire gondolsz? Nem tudom, a többieket szívesebben látta, amikor tőlük volt fejezet, az úgy viccesebb volt, főleg amikor az Elizabethnek volt. Elizabeth az csúcs. Ő volt a legjobb karakter. Többiek is kedvesek, aranyosok, szeretik. Jó, hát nem mondom azt, hogy nem azok voltak, csak... Nem. A vége felé ugye voltak megoldási lehetőségek. Erre nem is gondoltam. Ja, hogy mégse ez volt. Hogy nem is ez volt. Szóval igen, érdemes elolvasni. De aztán ezt megállapítottuk, hogy ez egy ilyen... vagy nem erre mondtad a tengerparton? Nem én mondtam, azt ti mondtátok. Ja, azt mi mondtuk, hogy ez ilyen... nyaralásos, vízparton olvasós. Vízpartos olvasós, igen. Igen, mert olvastuk négyen, öten,
és neked tetszett a legjobban. Igen, és mondtátok ugye nekem ezt, hogy strandolra magaddal vinni, persze lehet, csak elképzelhető, hogy nem a vízbe fogsz belemerülni, hanem ebbe a könyvbe. Kinek mi? Jó, következő, elveheted, megengedem. Következő kötetünk Walter Tevis-től a Vezércsel, ami javarészt a Netflix sorozat miatt jutott el hozzánk is. Igen, itt is nekem az volt a tapasztalatom, szubjektíve, hogy a sorozat jobb volt, mint ez a könyv. Nem vagyok abban sem biztos, hogyha nem látom a sorozatot, akkor mást mondok. Néha olyan kicsit elnagyoltnak tűnt az egész sztori. A film rész, a sorozat rész a sokkal jobban sikerült szerintem. Ebben voltak számomra néha kicsit logikai bukfencek, meg amikor elkezdték magyarázni a saplépéseket, hát megmondom őszintén, a simán ugrottam, mert azt sem tudtam, miről van benne szó. Saprajongóknak meg nyilván akkor érdemes olvasni, mert ők ezt a részt is élvezhetik. Nekem a sakkozós részekkel azért nem volt bajom, mert ott nekem így az agyam így olyan szinten kikapcsolt, hogy ugye nem azt próbáltam értelmezni, hogy mi történik a könyvben a táblán, hanem csak így elképzeltem egy ilyen saktáblát, hogy ott pakolgatják a bábukat, de azt már nem, hogy mivel, hova, mikor, mert azt én sem tudom. Jó, de nekem az unalmas volt De én eleve a sorozatot sokat később láttam, mint ti. Igen, hamarabb olvastad, mint láttad? Nem. Először láttam, aztán olvastam, de ti sokkal, tehát ti még valamikor évelején vagy tavaly néztétek ezt. Jóval hamarabb láttuk, mint ahogy olvastam. És utána vettem meg, mert ez is puktyúbb, ha mi közös volt. De nekem mindkettő tetszett igazából. Ha nem lett volna a kihívás, nem olvasom el. Csak mert szerintem amúgy meg tök hasonló a sorozat, meg a könyv. Persze, szinte egy-egyben visszaadja, de olvasva nem volt olyan jó, nekem nem. Közben észrevettem, hogy valami halott állat. Azt akartam mondani, hogy ott leveg. De azt nem tudom, hogy került oda. Olyan, mint egy citakötő, nem? Olyan egyébként, de lehet, hogy nem az. Nem ennyire. Jó, hát a következő az igazából egyik mégis a nagy kedvence. A nemes teremtmények. Hongkongtól a nemes teremtmények. Ez is Bútyúk Könyvklub havi közös volt. Ez dél-koreai szerző, és ez egy tömegmészárlás eseményeit mutatja be, tehát egy valós történelmi eseményt. Csak az a helyzet, hogy az írói stílus, meg az, ahogy bemutatta, az annyira nekünk nem jött át. A stílus még hagyján, mert hogy az viszonylag jól követhető volt, de igen, ahogy bemutatta, ugye regényszerűen próbálta ezt feldolgozni különböző szereplőknek a szemszögéből elmondva, de nagyon nehéz volt követni, hogy most kinek a szemszögéből mesélj el, és mit is akar elmesélni, mert hogy egy visszaemlékezésszerűen mutatja be az egészet, de olyan... És akkor a különböző visszaemlékező személyeknek egy közös ismerettségi köre is volt, akik benne voltak, vagy áldozatául estek ennek a forradalmi kitörés lenyomásának, jaj, de szépen fogalmaztam. Szóval az a lényeg, hogy sokszor azon kellett gondolkozni, most ki csoda, mert nem tudom már követni, hogy ki csoda és kivel van. Nagyon nehéz volt követni a szereplőket, a karaktereket. Nem igazán jött, tehát, hogy így fogalmazzak. Igen, én erre mondtam azt, hogy ha nem ilyen csomagolásban van, akkor nem... Tehát én végig arra figyeltem, hogy próbáltam rájönni, hogy ki kicsoda, mit csinál, hol vagyunk, mit csinálunk, mert hogy néha igen, az is olyan... Igen, ez egy dolog, idegenül hangzott. Persze, igen, nyilván. Tehát, hogy és, tehát nem és, Jani, meg Pista, meg Julcsi volt benne. És nekem az volt a bőm, hogy én emiatt nem tudtam arra koncentrálni, amit mesélnek, hanem így próbáltam csak azt kibogozni, hogy egyáltalán így az alap dolgokat, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, és így néha nagyon sokáig tartott, mire rájöttem, és csak utána volt az, hogy mondjuk úgy olvastam volna tovább, hogy jó, akkor most már arra koncentrálunk, amit mesélnek, de addigra meg vége lett annak is, jött a következő fejezet, igen, és akkor igen, kezdtük az egész folyamatot előről, hogy akkor megint ki kell deríteni, hogy ki mit. Csoda, mit igen. Ezzel itt vagyunk sajnos. A Csingisz kalandjai. Rávetette magát. Igen. Igen, most kedves aranyos sztori volt. Lesz egy pár napkutas könyvünk. Nagyon szerettem ezt a könyvet. Ez egy kisfiúról szól,
kisfiúnak a kalandjai, ide utazik, oda utazik, és Csingiz legjobb barátja a nap, és hogy milyen élmények érik a nap kapcsán. Most itt például egy napraforgós részt nyitottam ki, ez egy zseniálisan jó történet volt. Kis, rövid, meseszerű sztorik, felnőttként itt 50 plusszal is, nagyon élveztem mindegyiket. Nincs hozzáfűzni valóm, ugyanez. Olvassátok el, szuper. Nagyon jó, igen. És gyerekeknek is nagyon jó. Igen. És tök sok témát boncolgat, amit egy gyerekkönyv szokott, szóval... Igen. Mindegy, bemutat tele mindent, barátságtól kezdve, elfogadáson át mindent. És ugye ezt azon keresztül, hogy Csingiz barátja a napnak. Ja, a környezetvédelem is, ugye az emiatt is van benne, igen. Mert hogy a nap. Meg ilyen, hogy nem becsüljük meg, ami van, amíg el nem veszik, amikor igen, elbújik nagyon, a napocska a felhők mögé, és mindenki fázik. Előtte meg melegük volt, úgyhogy igen, vannak benne nagyon. Úgy, hogy most nekünk is nagyon melegünk van. Nagyon melegünk van, igen. Hát tényleg lehet, majd előbb fog túlmelegedni. Na! És akkor még egy török. Igen, ez Aytül Akaltól a Léggömbök a magasban. Au, ez egy novellás kötet. Gyermek novellás kötet. Egy kislány, ugye, ha jól emlékszem? Ez egy novellás kötet. Az a vagy, annyira nem, de nem ugyanarról a kis... Nem. Az előző volt. Az előző volt. Különböző karakterek vannak. Biztos? Igen. Jól van, régen olvastam. De ez is nagyon tetszett. Arra viszont emlékszem, hogy nagyon-nagyon tetszett. Te lekajáltad a könyvemet? Nem. Hát azt nem én ettem oda bele, úgyhogy az nem is más én. Volt. Nem tudom, mi az ott. Na mindegy. Szóval török szerzőtől egy és egy kellemes kis történetet tartalmazó könyv. Érdemes elolvasni. Akár felnőttként, akár gyerekként, vagy akár a gyereknek. Uh-huh. És nagyon szép. Belül is. Tehát nekem nagyon tetszik ez a fekete-fehér és egy icipit, csak a sárga, a pirosos. Mit írtam én erről? Mi az Léggömbök a magasban? Igen. Nem, hát azért nem ugyanazt a kislányt veszi végig, mert csak ha megnézed az illusztrációt, mások az alakok benne. Mikor olvastam én ezt? Ilyen régen. Itt van. Ó, kapott 4 csillagot tőlem. Na ne. Még egy gyermekek szemünkre azt mutatja be a gyermeki világot. Igen. Nagyon klassz. Olvassátok el. És valahogy gyorsabban haladunk a könyvekkel, vagy mi történik? Hát... Pörgetjük. Igen, pörgetjük. Jó. Még egy napkutas, ez az utolsó. Ez Dobó Dorottyától a Zapumai kóbor villamos. Ó, nagyon jó kis sztori. Ez egy kis regény. Gyerekeknek szóló kis regény. Imádnivaló. Igen, ennek a központi történetszála az, hogy Zapumában, ami egy Csehország és Szlovákia szétválásakor térképről lemaradt kisváros, önálló városállam így gyakorlatilag. Se ide, se oda nem tartozik. Elfelejtették besorolni valamelyik országhoz, és itt elszabadul egy villamos, mert konkrétan. Csak villamossal közlekednek jóformán. Igen, és elszabadul az egyik villamos, és hát van rajta két gyerek. És hát igen, a gyerekeket, azokat úgy visszapróbálják szerezni. Van egy fiú, egy lány, és hogy önnekik milyen a kapcsolatok, illetve hogy miért szabadult el a villamos, van benne egy kis büntény is egyébként, talán ezzel nem spoiler azt mondanám. Nyomozás, igen. Nyomozás, és a végén mindenki derül, és mindenki derül. Állj a sarokba! Szívesen! Állj a sarokba! Jó könyv. Ez is. Vedd el. Ezen is sokat sóhajtozott. Nem akarok beszélni róla. Akkor beszélek én róla, jó? Jó. Szóval. Borzalmas. Ez itt Lori Gottliebnek az Akarsz beszélni róla. Nekem ez a könyv igazából tetszett, én jelöltem is be pár idézetet magamnak. Ugye ebben egy pszichológus mesél dolgokat nekünk, kliensek történetét, meg a saját, történetét, mert hogy a pszichológus is jár pszichológushoz, és ez volt az a koncepció, ami neked nem jött át. Hát ez nagyon nem jött át. De nem. Erről ennyire nem akarsz beszélni. Nem. Jó. Akkor... Csak azért olvastam, nem is tudom, miért olvastam el.
időpocsékolás volt, komolyan mondom, időpocsékolás volt. Nem tépem fel akkor a Porsche beidet, mindegy, nekem tetszett. Ha valakit bőven érdekel, írtanul egy litániát a molyon. Igen. De én is írtam hozzá értékelést, hogyha valaki a másik oldalt is szeretné meghallgatni. Viszont a következőt szeretted. Ez viszont. Illetve az a baj, hogy ez csak az első része a sorozatnak. Hát odaadhatom a másodikat, csak azért az elsőt vettem, mert én csak az első kettőt olvastam. Mert van egy harmadik, meg egy negyedik része, hogy mondjuk ezt szerinted, mert nem tudtam rájönni. Melchior. Mondjuk így Melchior sorozat, van belőle Patikárius. Nem, az a címe a sorozatnak, hogy Melchior a Patikárius, és az első rész címe, hogy a Szent Olaf templom rejtélye, a második kép pedig a Kerekes kút utca lidérce. És még kettő van. Amit én nem olvastam még. Ezek az 16. század. Igen. 1400. 1400-es években játszódnak ezek a történetek Tallinnban, és tulajdonképpen krimik, mondjuk így középkori krimik. Az. Történelmi krimik. Szalmasak, fordulatosak. Én ezeket szerintem így egymás után így beettem. Igen, anyával bedaráltátok így elég gyorsan őket. Krémes szoktam esetleg, egymás után soroltam befelé a könyveket. Nem csak a krémes szoktattam, nem úgy minden süti. Most azért ne áruljál minden titkomat a nagy nyilvánosság előtt. Na. Nem szégyen az apa. Nagyon jól meg vannak írva, érdekesek a karakterek, és ami nem egy utolsó szempont egy ilyen krimi sorozatnál, vagy krimi könyveknél, hogy nem nagyon tudod, hogy ki az, mi az, aki a hunyó, bár sejtéseket lehet tenni, azt az ember vagy beletalál, vagy nem. Volt, amikor sikerült, volt, amikor nem. De ezen kívül a középkori Tallinn nagyon szépen leírt. Az embernek olyan érzése volt, hogyha ott sétálna ezeken a köveken, majd egyszer nagyon nagy leszek és meg ezt tudom tenni, akkor... Ettől is nagyobb. Még ettől is nagyobb. Akkor el kéne menni Tallinnba és megnézni ezeket a helyszíneket. Még nincs is Tallinn olyan messze. Hát nézőpont kérdése. Szóval ha szeretitek az izgalmas történeteket, krimiket, mindenképpen ajánlom ezt a sorozatot. Önállóan is olvasható. Nem sok összefüggés van közöttük. De sokkal praktikusabb az elsővel kezdeni. Nem tudom, én sorba olvastam. Nekem ami kifejezetten tetszett, hogy ami krimiket én olvastam, ott mindig az utolsó 10 oldalon lerendeztük, hogy ki a gyilkos és miért, és így az olvasó meg így elfogadja, hogy okay, elhiszem. Ebbe sokkal hosszabban ecsetelték, amikor így a nagy leleplezés volt, hogy ki a gyilkos, miért, és így elmagyarázza az összes pontot, ahol megtalálhatja az ember a nyomokat. Hát tényleg! Igen, úgyhogy szóval... érdemes figyelni, nagyon figyelmesen olvasni, mert hogy a végén majd vissza kell emlékezni arra, hogy tényleg és, úgy volt. És én ezt nagyon értékeltem ebben a könyvben, hogy tényleg így elmagyarázta, hogy miért az volt a gyilkos, aki. És milyen motivációkkal, ugye azt is sokkal jobban megtudjuk. Úgyhogy igen, jók. Majd folytatom valamikor őket. Következő könyv T.J. Klumtól A ház az égszínkék tengernél. Várjál most itt kinyaratni a 18-as karikát. Ja, a többi nem volt olyan. Hát volt már egy olyan, csak arról nem beszéltünk, arról a részéről. Mindegy. Nem tesszük ki. Nem tesszük ki. Na, ez a könyv, ez. Ennek az a sztori, hogy én még februárban olvastam Zsófi ajánlására, és akkor körül megtudtam, hogy ez meg fog jelenni magyarul, úgyhogy én így oda mentem apáikhoz, hogy apa, ez megjelenik, én ezt odaadom, és ti ezt elolvassátok. Jó, oké, nem ellenkezhettek. Nem is ellenkeztem. Igen, úgyhogy így megjött a postával a könyv, és így apa kezébe nyomtam, hogy akkor te most leülsz és olvasol. És ezt tettem, és nagyon nem bántam meg, sőt egyáltalán nem bántam meg. Nagyon szerettem ezt a könyvet, nagyon szerettem ezt a sztorit. Nagyon tetszett a főhősünk viszonyulása önmagához, az a cinizmus, meg az a humora, hogy saját magát látja és láttatja. Meg egyáltalán maga az egész sztori, hogy azt, hogy milyen másságok vannak, milyen sokfélék vagyunk, azt úgy mutatja be, ahogy bemutatja. Gyönyörű történet. Olvassátok el mindenképpen, én azt ajánlom. Én majd újra is szeretném olvasni magyarul is, mert én úgy érzem, hogy kicsit rosszabbra értékeltem, mint kellett
volna így elsőre, de annyira jó érzéseket kelt az emberben ez a könyv. Tehát ez egy nagyon kedves történet, és nagyon jó témákról beszél mindeközben, úgyhogy aki csak teheti ezt a könyvet, olvassa. Nagyon jó. 5 csillagot adtam rá, az nálam mostanság igen-igen ritka, úgyhogy tényleg nagyon jó könyv. És az utolsó könyv. Még egy utolsó nagyon jó könyv. Ez Schmal Rózától volt a Nagy folyók haragja sorozat, trilógia első része, azt hiszem trilógia lesz, és ez az első rész a Ladan könyve. Csak mutatom a vastagságát. Amúgy ahhoz képest nem ez a leghosszabb könyvem. Tehát ez csak 500 valahány oldal, és van 600 oldalos könyvem, ami vékonyabb ettől. Gyönyörű rajzokkal egyébként. Igen. Az írónő saját térképei, rajzai, városmetszetei, ilyenek vannak benne, családfa. Ez egy nagyon izgalmas könyv, és nagyon komplex. Ezzel úgy voltam, hogy fölkeltem hajnali 4-kor, 11 után feküdtem le, akkor hagytam abba az olvasást, hajnali 4-kor fölkeltem, beültem a kanapéra és olvastam tovább. Tehát ez egy ilyen könyv, tehát úgy beszippant és olvasod és olvasod és olvasod. Tényleg ez az volt, hogy mentem ki mosdóba valamikor ilyen reggel, és csak azt láttam, hogy apa így ül a kanapéba, és már itt több mint a felén túl van a könyvben. Muszáj volt tovább olvasni, tehát annyira nagyon jó, és egyébként ahogy látjátok, hát gyönyörű a borítója is. Nagyon szép kivitelű könyv. Ez egy nagy évű történelmi könyv lesz majd, vagy fantasy. Történelmi fantasy, én hát nem történelmi, mert hogy nem rád. Jó, attól, van. Hogy ilyen középkorszerű a setting, attól nem történelmi. Tehát, hogy a gyűrűk ura se történelmi. Csak van egy kitalált világ benne olyan korszak. Tök mindegy. Jó, mindegy. Lényeg az, hogy nagyévű történet, ami most itt elindul. Trónokharca szerűségre kéne szerintem gondolni, csak ez ifjúságibb, mint a trónokharca. Igen, ifjúságibb. Nincs benne... Nem, de az a trónokharca, amit te mondasz, tehát az ifjús... De ez inkább trónokharca, mint gyűrűk ura. Igen. Nem. De a kettő között van. Nem, inkább ilyen trónok... De ne hasonlítsuk ahhoz, nem az. Nem, ez egy nagyon, nagyon klasszul helyt áll, saját tabla, ugye, hogy a hagyja. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó könyv. Szerintem ennek is adtam legalább 4, vagy lehet, hogy 4,5, de lehet, hogy 5 csillagot, de mindjárt meglessük. Borzasztóan nagyon tetszett nekem. Teljesen elvarázsolt. Az most lényegtem, hogy 4 csillag, meg 5 csillag, meg hány csillag. Nem, az... A lényeg az, hogy jó. Lényeg az, hogy nagyon jó könyv volt. A neveket egyébként szokni kell benne, olyan érdekes, furcsa nevek vannak benne, viszonylag rövid fejezetekből épül föl, de nagyon-nagyon izgalmas, és én már nagyon-nagyon várom a folytatásokat. De tudod, mi lesz a baj, hogy mire kijön a második rész, addigra újra kell olvasni, mert hogy a trónok harca is olyan, ugye, csak hogy valami viszonyítási pontunk legyen, ugye abban is rengeteg dolog történik. Tehát és ebben is rengeteg. Én azért nem olvasom tovább a trónok harcát, mert én 2 részt olvastam, és nem vagyok hajlandó tovább olvasni, amíg Martin ki nem adja a maradék 2-3 részt, nem tudom most az már mennyi már lesz benne. Az már nem meg. Mindegy, de hogy ez is olyan, hogy nagyon sok minden történik, és nagyon sok mindenre kell emlékezni. És fontos események vannak benne. Igen, de nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. Tehát ez a... Elkezded olvasni tényleg, és tényleg nem tudod letenni. Azok a jó könyvek, amit nem tudsz letenni. Nekem. És nagyon érdekes, tehát hogy nem egy ilyen sablonkönyv. Tehát én most úgy emlékszem, hogy az ifjúságinak van talán titulálva, de hogy nem egy ilyen, nem tudom, tipikus ifjúsági fantazira, tehát ez nem olyan, ez tényleg ilyen, így a kettő között áll. Ugye az ifjúsági meg a felnőtt között úgy félúton. Amit én nagyon értékeltem benne, hogy nem voltak ilyen. Tehát egy ifjúsági fantaziban általában vannak ezek a csipögős nyelves részek. Nem, de ebben nincs. Vannak alapterméítések, vannak szerelmi számok. De hogy nem úgy. De mégsem ez a rózsaszín kellőcskés. Meg ugye, szívecskés. Ami engem meglepett, hogy baromi sok időt ölel fel, csak ez az első könyv. Igen. Valami 30
év eltelik, vagy én nem tudom. És mikor az első ilyen több éves ugrás volt, akkor így néztem, hogy Jézusom, ez ilyen lesz, és hú, na mindegy, de nagyon jó könyv. Ez a tanulság ebből, hogy nagyon jó. Csak ismételgetjük. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Nem hiszed, elolvasd el. És nagyon szép kötet is, szóval... Igen. Szép aktivitelőzésre. De szerintem kb. Jövőre jöhet a második része. Ja, van benne még ilyen lexikon rész is, hogyha valami... Könnyen követhető, könnyen követhető legyenek az események. Tényleg nekem is az első... Családfák benne vannak. Az első nagy akadály az, hogy az ember megszokja a neveket, és így rájöjjön, hogy ki kicsoda. De ez viszont... Ugye beszéltünk erről most más könyvnél is, de itt ez nagyon könnyen ment. Igen, igen. Egyszer-kétszer vissza kellett lapoznom, hogy ez most új karakter vagy sem, meg hogy ő volt-e már, vagy csak hasonló, de hogy utána meg belelendül az ember, és pillanatok alatt kiolvassa ezt a féltéglát. Mert egy féltégla, de olvasás közben ez nem tűnik föl. Főleg azért nekem, tudom, hogy neked nem tetszett, hogy rövid fejezetek van, de nagyon rövid fejezetek van. Szerintem tetszett, csak néha furcsa volt, hogy igen, nagyon rövid fejezet. Igen, van ilyen két-három oldalas fejezet is. Nekem, én ezt kifejezetten szeretem, mert nálam azt tudja elérni azt, hogy elfelejtem, hogy hány óra van és olvasok. Tehát ez a, jaj, hát a következő fejezet csak három oldal, az gyorsan megvan, és aztán elolvastam 50 oldalt. Azt az idézt, hogy bármilyen órája olvasol. Igen. Na jó, annyit nem, de ezt... mi imádtuk, ez a lényeg. Igen. Mi voltunk az első két értékelője molyon. Igen. Én voltam az első. Persze, mert ki csapott le rá előbb. Én. Megjött és lecsaptam rá. Igen, ez így szokott történni. Időm sincs megnézni a könyvet, így már olvassa. De pár nap alatt visszakapta, hogy nincs vele gond. Utána megint olvastam. Végeztünk. Egész. Jó ütemtervet tudtunk tartani szerintem most. Akkor kb. 3 hónap múlva ugyanitt találkozunk. Veletek ugyanitt. 3 hónap múlva. Ha lesz, biztos lesz közösen olvasott könyv. Jó, akkor... ennyi. Hogy van? Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Te mindig elrontod. De ha szereted, elmondhatod. Rád bízom, te vagy a főnök. Jó, most megsértettél, jó. Ez a mániátok. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Uh-huh. De elköszönhetsz, ha szeretnél. Hogy van? Köszönjük, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett. Csináltok egy ilyet, de ott a izé alatt, tudod, videó alatt, meg iratkozz fel a csatornára, és visszállt a következő alkalommal. Sziasztok! Hello!